A Vasmegyei Főügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint mintegy 25 évvel ezelőtt, 1996. decemberében Versekarát községben megölte a 84 éves sértettet azért, hogy a pénzét és az értékeit elvegye. A Nemzeti Nyomozóiroda a gyanúsítottat nyereségvágyból elkövetett emberölés büntettével gyanúsítja, amely akár életfogytig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A Vasmegyei Főügyészség azért indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert álláspontunk szerint fennáll vele szemben a szökés elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének a veszélye. A Szombathelyi Járás Bíróság nyomozási bírója az ügyész indítvánnyal egyezően a gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte. A határozatot az ügyészség tudomásul vette, a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentett be ellene. A határozat a fellebbezésre tekintette nélkül végre. Hajtható. Ilyenkor emberölés esetén nincs elévülés, 25 év telt el az eset óta. Vannak bizonyos bűncselekmények, így az emberölés minősített esete is, amivel a férfit gyanúsítják, amelyek nem évülnek el. Tehát ez a bűncselekmény, ami a gyanúsítás tárgyát képezi, nem évült el. Gyakorlatilag a család felhatalmazás alapján nagyon rövid tény tudok közölni. Védencem következetesen tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, úgyhogy ennyit, amennyit én elmondhatok erről az ügyről.